Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Karácsony első vasárnapján a Szent Családról vesszük a Szentmise imádságait. A Szentmisét fölajánlom a Szekszárdon élő Seidler család élő és elhunyt tagjaiért. Testvéreim, mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Kyrie eleison, született világ megváltója, angyalok jöttek, új hírt hoztak Betlehemben. Most nem szólhat Betlehemben. Krisztus eljön, Kyrie eleison, üdvösségünknek útforrása, emberré lett, s világra jött Betlehemben. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
dicsőség a magasságban Istennek. És a bűnök méhesség oly jó akaratú embernek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőséged ér. Urunk és Istenünk, menj el így irány, mindenható vagy Isten. Urunk Jézus Krisztus, megszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten áradjon, az Atyának fia. Elveszed a virág bűnnekét, írvonhat szemünk. Elveszed a virág bűnnekét, hallgass meg bűnünk és bűnnek. Te az Atyai jogján bűsz, írvonhat szemünk. Mert könyörögjünk. Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Isten tekintét adott az apának a gyermeke előtt, és megszabta az anyajogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki becsüli anyját. Aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, és amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, és akit szót fogad apjának, felüdíti anyját. Fiam, legyen gondod apádra örökségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fagyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és nevesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jó cselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jó tett fejében majd gyarapodni fogsz. Ez az Isten igéje. Boldog ember, ki féli az Urat, aki az Úrnak ösvényén halad. Kezed munkájából élhetsz, boldog leszel és jól megy sorod. Boldog ember, ki féli az Urat, aki az Úrnak ösvényén halad. Feleséged olyan, mint a termőszülőtő, a te házad bensejében, fiaid olyanok,
ott, mint az olajfa csemeték. Úgy veszik körül asztalodat, boldog ember, ki féli hazudat, aki az Úrnak friss végén marad. Íme ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Isten. Áldjon meg az Úr Sionból, hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján. Boldog ember, ki féli az Urat, aki az Úrnak hűségét halad. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Kolosszékhez írt leveléből. Testvéreim, mint Istennek szent és kedves választottjai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogy az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Tarítsátok és ígysétek egymást telve bölcsességgel. Énekeljetek Istennek hálás szíve zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevébe tegyetek. Így adjatok hálát az hálát általa az Atya Istennek. Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák. Gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek, és mindenben, mert ez kedves az Úr előtt. Apák, ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék. Ez az Isten igéje. Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje. Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepre. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafele indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban. Amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte. Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem?
ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az elbeszélés átvezető szerepet tölt be az evangélium egészébe. Lezárja Jézus gyermekség történetét, hiszen ennél többet Lukács sem ír már a gyermek Jézusról, sőt, hát itt is már ugye tudjuk az evangéliumból, hogy már 12 éves, tehát serdülőkorban van. És egyben előre mutat Jézus nyilvános működésére is. Több fontos dologra is fölhívja a figyelmünket ez a rövid evangéliumi szakasz. Először is hangsúlyozza Jézus értelmi képességét, hiszen ott ül a tanítók között, kérdezgeti őket és válaszol is nekik. És csodálkoznak mindazok, akik ott vannak. Tehát csodálkozást vált ki már a gyermek Jézus megnyilatkozása is a hallgatók körében. Ez tulajdonképpen Jézus későbbi tanítói tevékenységét vetíti előre, készíti elő, amely eredetisége miatt vált majd ki csodálkozást a hallgatókból. Tehát nem csak most itt, ebben a történetben, hanem jól tudjuk, ahogy olvassuk az evangéliumot, sokszor találkozunk vele, hogy a későbbiek során, amikor nyilvános működését elkezdi, akkor is rácsodálkoznak a mondandójára. És legfőképp arra, hogy micsoda hatalom van a mögött, amit mond. Tehát van tartalma, nem üres fecsegés az ő beszéde. Másik pedig, hogy Jézus első kijelentése itt történik meg arról, hogy milyen viszonyban van az atyával. Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgában kell járnom? Kérdezi a szüleit. Ugye, akit az előző fejezet tulajdonképpen Izrael messiásának, a pogányok üdvözítőjének hirdet meg, most Isten fiaként mutatkozik be a jelenlévők számára, illetve az olvasók számára. És a harmadik, ma igen aktuális dolog, amikor tulajdonképpen az Isten káromlása világban bizonyos ideológiák miatt olyan szintet ütött már meg, hogy reklámokat csinálnak, istenkáromló reklámokat, istenkáromló kijelentéseket tesznek, és Isten káromlásra buzdítják a világot. Nagyon fontos az, amit már a gyermekség történetben is kiolvasunk, hogy Jézus Krisztus egy természetes emberi környezetbe, természetes emberi kapcsolatba születik bele. Nem pedig egy eltorzult, bűn által átitatott rendszerbe, hanem természetes, Isten által rendelt környezetbe. És ez nagyon fontos. Itt az utolsó versek azt mondják, hogy Jézus visszament a szüleivel Názaretbe, és engedelmeskedett nekik. Tehát visszament abba a közegbe, még hogyha egy ilyen csíntevést is követett el, legalábbis emberi szempontból, hogy ott maradt a templomban, és nem szólt a szüleinek. Ez más is csinált hasonlót, ugye nyilván. Gyermekkorában gyerek csíntevést, de utána visszament és engedelmeskedett nekik. Mária pedig megint csak, azt mondja Lukács, elmélkedett mindazon, amit hallott és amit látott. Kedves testvéreim, mai evangéliumi szakasz ezekre a dolgokra hívja fel a figyelmünket, de úgy gondolom, hogy a leghangsúlyosabb az, amit az imént említettem,
hogy az Isten által rendelt természetes családi környezetbe született bele, és ott nőtt fel, és ahogy megjegyzi az evangélista, gyarapodott bölcsességben, korban és kedvességben Isten és ember előtt. Na ez kevésbé tud megvalósulni, hogyha nem egy Isten által rendelt természetes közegbe nő fel az ember. Kérdésessé válik, hogy vajon tud-e gyarapodni bölcsességben, korban és kedvességben megfelelő módon. Ahogy a bevezető könyörgés is mondja, imádkozzunk azért, hogy minél inkább a szent család, mint minta álljon. Egyrészt nyilván a keresztény családok előtt, de kérjük és könyörgünk az Istenhez, hogy az egész világ előtt. Amen. Hiszek egy Istenben, egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és Jelenedé lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és értetőnkben, akit az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli a Szent Egyházban. Az egy keresztségét a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az örök életet. Kérjük testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy a Szent Család legyen példája a keresztény családoknak. Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék egy házunk. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a békés család élet által erősödjék a nemzet és a társadalom. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a házastársak az esküjükhöz híven hűségesek legyenek egymáshoz a sírig. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink elnyerjék szeretetük jutalmát, az örök boldogságot. Kérjük téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni fiat földi életét töltötte. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot Krisztus, ami Urunk által. Istenem, mert a te bőkezőségedből kapta a kenyeret, felajánlottad a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét,
ebből a számból. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úrunk ezt a házatot, ne vigy meg kicséretére, kicsőségére, mint a Urunk Istenünk, felajánljuk neked engesztelő áldozatunkat. Könyörögve kérünk, hogy Isten szűzanyjának és Szent Józsefnek közben járására erősítsd meg családjainkat kegyelmedben és békédben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ige megtestesülésének titka által a te dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, s minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról! Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódulatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyen a boldogságos Szűz Mária világra szülte az üdvözítőt, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől.
Irányítsd a te békédben éltünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, s védj fel választottait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, szemét az égre emeltette hozzád az Istenhez, mindenható atyához. Majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, a dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget szín elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és Krisztusban elhunyt hívőknek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy az ötös, minden napi kenyerünket, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elkövetkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert
Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus békefejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének ötösítése. Váljék a szent áldozásban a lelkünk üdvösségére. Uram Jézus Krisztus szentes. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Látható alakban megjelent a földön Istenünk, és itt élt az emberek között. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben, és halálom után is. Amen. Szűz Mária, Szent Fiának,
szívemből óhajtlak, aludj, aludj. Aludj el magzatom napom fénye, életem egyetlen szép reménye. Őrümest ringatlak szívemből, óhajtlak, aludj, aludj. Könyörögjünk. Jóságos mennyei atyánk, te égi jeleddel táplálsz minket. Segíts, hogy a Szent Család példáját mindenkor kövessük, és e földi élet szenvedései után annak örök társaságába jussunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hirdettem a testvéreknek, kedden este 19 órától megtartjuk a szentségimádásunkat az abortusz áldozataiért. Csütörtökön a szokásos szentségimádási óráinkat is meg fogjuk tartani. Pénteken, december 31-én reggel 8 óra 30 perckor, és délután 17 órakor lesz Szent Mise templomunkban, este 8 órakor nem lesz Szent Mise, majd mindenki tanulmányozza a fali újságra kihelyezett miserendet. Ezen a napon délután 17 órakor tartjuk meg az évvégi hálaadó Szent Misénket. Szombaton Szűz Mária Isten Anyja főünnepe lesz, január 1-e parancsolt ünnep. Megjelent a Fehér Barát című újságunk legfrissebb száma, a kisasztalról elvihető, ugyanakkor a Megszentelt Nap című imakönyv javított kiadása, melynek ára 2000 forint, a könyvet a sekrestyében, illetve a fogadóközpontban lehet megvásárolni. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten meg legyen.